Óriási szeretettel köszöntök mindenkit innen Párizs mellől, hiszen a Toyotának a meghívásából érkeztem ide még hozzá a Circuit Automobile de Loue Paris névre keresztelt aszfaltsíkra, ahol amellett, hogy kipróbálhattuk a legerősebb modellek közé tartozó GR Yaris vagy éppen GR Suprát, megismerkedhettünk többek között a Dakaron is résztvevő Hiluxsal, sőt be is ültettek minket, hogy azért érezzük, milyen erőhatások érhetik a versenyzőt, és milyen fizikai állapotra van szükség ahhoz, hogy több száz, több ezer kilométeren és több napon keresztül ezt kibírja az emberi szervezet. Döbbenetes élmények és rengeteg olyan hasznos információ, amiket érdemes átadnom a hidrogénhajtással kapcsolatosan, hiszen amellett, hogy megfigyelettük, hogyan is épül fel a Mirai-nak a belső szerkezete, bizony láthattunk önműködő targoncákat, vagy éppen mesterséges intelligencia által hajtott GR Yaris-t, aminek köszönhetően segíthetőek a versenyzők, és hát ami önmagától is képes kihasználni a majdnem 300 lóerőt. Bőven van miről tehát beszélni, végigmutatom, hogy miket láthattunk, miket tudtunk meg, és mikről érdemes tudnotok nektek is. Vágjunk is bele! Mondanám, hogy az még mindig az Eiffel-torony, de nyilván nem, az csak egy villanypózna. Ebből kitalálhatjátok, hogy már nem Párizsban vagyok, mert a videózás szépségei közé tartozik többek között, hogy azért nagyon sok mindenről mesél az ember, de egy-két dolgot elfelejt, mert zajlanak a programok, időre kell menni, van egy határidő, és hát ami marad idő, abban kell felvenni a tartalmat. Szóval majd mesélek én mindjárt itt a hidrogénhajtásról, meg hogy mik is történtek az eseményen, amiről nem beszéltem, hogy milyen volt a körítés, hogy láthassátok, hogy a Toyota hogyan kényeztette el az újságírókat és a tartalomgyártókat. Hát egyrésztről többet magammal először is elmentünk evezni. Hát az tök jó volt, 2 óra csorgattunk a vizen, de azért nagyon nem volt meleg, tehát az itteni hőhullámhoz képest azért ott Párizsban 20 fokra lehűlt a levegő, vagyis a víz sem volt jó, ami hát beülve azért a csónakba, amikor a kis lékeken, hogy ne dőljön el, bejött a hideg víz és elérte a fájó testpontokat, akkor némi sikítással párosultak ezek az élmények, de amúgy tök jó volt, meg maguk a helyszínek is, eleve az Eiffel-torony mellett volt a szállásunk, szóval nem volt sok idő odabandukolni, meg egyáltalán látni Párizs egyik legnagyobb hírességét. Jók voltak az ételek, jó volt a hangulat, nem volt túl szervezve, nem voltunk túl sokan egy ilyen csoportba beosztva, szóval le a kalappal a Toyota előtt, de nyilván ez csak egy része az egésznek. A sokkal fontosabb, hogy miért is hisz a hidrogénhajtásban a Toyota, illetve miket lehetett látni a rendezvényen. Na és akkor a hidrogén meghajtásnak a világa bizony itt van a Mirai szétszedve is, nem csak teljes egészében láthattuk, hanem betekintést nyerhetünk ezáltal, hogy hogyan is épül föl ez a hidrogén üzemanyagcellás autó, ami most már kvázi a második generációjánál tart. Itt lehet tölteni, és ennek a nagy előnye, hogy 3-5 perc alatt teljesen tele tankolható, itt pedig a tartályok, amelyek 200 bár nyomásúak, és ugye a hidrogén egy nagyon illékony anyag, de megfelelő kevlár tartályba helyezve, szerencsére azért nem illan el, és hát egyre nagyobb jövő mutatkozik benne. Hát a Toyota az már egyrészt letette a névjegyét az asztalra a hidrogén meghajtással, másrészt a Voxát is ezen meghajtás mellett, és itt látszik, hogy hogyan is működik az üzemanyag cella, illetve hogy néz ki a felépítése ennek az autónak, mind a futóműve, mind a kerekei, mind a töltése, és itt van hátul az akkumulátor, hiszen a hidrogén meghajtású autók is hasonló elven működnek, mint egyébként az elektromos autók. Látszik a történelem, hogy 92 óta ezeket az autókat hogy fejlesztette a Toyota, azért elég komoly, hogy az elmúlt nagyjából 30 évben hova eljutott a japán márka, és mennyi mindent kifejlesztett már ezzel kapcsolatosan. De vannak ilyen kisebbek is, amelyeket így ki lehet húzni a helyükről, vagyis villámgyorsan ki lehet cserélni az akkumulátorát akár egy motornak, akár kisebb autónak, vagy a háztartásban a fűtéshez. De hát azért még itt nem ért véget a történet, megint csak szétszedve láthatunk egy Hiluxot, hogy na, annak milyen így a felépítése. Hidrogéntartályok elég nagyok egyébként, tehát most a kezem az így ekkora, szóval elég durva, itt pedig a hátsó meghajtásról van szó, és a végtermék, az pedig víz, kérem szépen, ami alapvetően iható, csak mivel desztillált víz, és hát a rendszeren keresztül megy, egy picit műanyag az íze, plusz nem tartalmazza azokat az ásványi anyagokat, amelyekre szüksége lenne a szervezetnek, tehát létfenntartása nem elegendő. Még mielőtt erre a Le Mans-i autóra rátérnék,
két érdekesség. A Suzuki-val karöltve készítettek a Burgmanból egy ilyen hidrogén meghajtású motort. Ez egy robogó lényegében, és itt van a tartály. Azért egy kicsit sötét a felvétel sajnos, mert egyébként vibrálna, de van a Toyotának is saját robogója, ami hidrogén meghajtású, és hát láthatok már hidrogén meghajtású biciklit? Olyan, mint az elektromos kerékpár, csak hidrogénnel. Na, ülnétek egy ilyenen? Erre nagyon kíváncsi vagyok, szóval, ha valaki eddig nézte a videót, akkor írja meg. Itt van ugye a H2 Mission, a H24 Evo, ami már egy létező modell, tehát ez valóban versenyzik, nem csak egy koncepcióautó. Viszont Európában sajnos nem érhető el. A Mirai-nak az a funkciója, hogy akár más eszközöket is lehessen róla üzemeltetni. Legyen az mondjuk egy lélegeztetőgép, vagy esetleg valamilyen otthoni eszköz, kávéfőző, más dolog. Ez egyenlőre még az öreg kontinensen nem választható a Mirai mellé, hát ha majd a közeljövőben igen. És ami még mindenképpen számottevő lehet a jövőben, hogy a hajókkal kapcsolatosan, vagy éppen egyéb eszközökkel kapcsolatosan is a Toyota már dolgozik, vagy már elő is állt különböző hidrogén meghajtású lehetőségekkel. Itt van, hogy nem csak normál személyautók, hanem buszok, vagy éppen kamionok esetén is. A Coca-Colával például van egy együttműködése, és így néz ki maga az a modul, ami a buszoknak a tetejére kerül. Tessék, lássék, így épül fel, ilyen maga a rendszer. Azért ilyet nem mindig láthattok, és nem mindenhol. Na, menjünk tovább! Ja, és közben egy példa, mert ilyet is ideállítottak, egy hidrogén meghajtású kamion. Na, ezzel azért elég sok károsanyagot lehet megspórolni, amit kilövelünk a levegőbe. És már itt is rajta van a Párizsi 2024, hiszen a Toyota erősen támogatta a Párizsi olimpiát. Lássatok akkor egy ilyen kamiont is. A hidrogénben pedig sokan annyira hisznek, hogy már nem csak autók, hajók vagy egyéb járművek esetén használják, hanem itt van egy pizzasütő, és ki is próbáltuk, hogy milyen egy ilyen sütőben elkészített pizza. Az én őszinte véleményem az, hogy mintha nem lenne rendesen átsütve, tehát nincs ez a füstös, finom pizza, hogy úgy mondjam, de ettől függetlenül ehető volt természetesen, sőt, még grillezni is lehet ilyen megoldásokon. Ott már azért megint csak az volt a probléma, hogy nincs meg az a finom, ilyen sütögetős íze, mint amit az ember megszokott, de gondoltam, erre is térjünk ki, hogy már ilyen lehetőségek is vannak a világban. A hidrogén meghajtással kapcsolatban pedig tudok még nektek mutatni érdekességet, hiszen mögöttem azért jó néhány olyan modell áll, amit ki tudtunk próbálni és vezethettünk ezen a kis aprócska pályán. Alapvetően azért ezeket a modelleket nem fogom specifikusan bemutatni, csak végigmegyek rajtuk, hiszen hogyha megfordítom a kamerát, akkor jól látszik, hogy ez itt a Hiluxnak az FCEV prototípusa, ami egy hidrogén meghajtású változat, tehát ennek köszönhetően nyilván ez az autó még nem került forgalomba. A vezetése pedig érdekes, hiszen azért talán kevés visszacsatolást kap a vezető arról, hogy mit is tud az autó. Hát sokkal inkább közkedveltebb és elterjedtebb modell a dízel változat, amit itt láthattok, illetve hogyha megyek hátrébb, akkor megint csak egy koncepcióautó, méghozzá teljesen elektromos Hilux, vagy Hilux, ugye High Luxury, két szóból származik ennek a neve, ez is egy platós, ilyen kis terepjáró, szóval hát dízel mellett most már azért lesz belőle hamarosan hidrogén meghajtású is, és ha már hidrogén, akkor itt van a Toyota Mirai, amit annak idején be is mutattam nektek egy közepesen hosszú videóban, ez az az autó, aminek a végterméke ugye H2O, vagy víz, és hát ehhez van is egy külön gomb egyébként itt belül, csak nem sikerült pisilésre bírnie senkinek, sajnos ehhez azért többet kellett volna vezetni, és hát itt van a Lexus RZ. Talán ez volt a legfiszkósabb modell az előbb említettek közül, ezzel lehetett a legjobban csapatni, de hogyha valaki azért ennél többre vágyik, akkor, hogy említettem, itt van bizony a GR Yaris méghozzá e-fuel, vagyis e-üzemanyag támogatással. Na, hát ez egy iszonyatosan jó autó, ez már 300 lóerős, nem 270, mint amint tesztelték azt a mesterséges intelligenciás vezetést. Bizony ez egy élményautó, ráadásul ugye hát sajnos automata váltóval kaptuk meg, szóval nem ez jelentette a legnagyobb kihívást, hanem a szintén e-fuel-lal, vagyis e-üzemanyaggal hajtott Toyota Supra GR, vagy GR Supra,
ami bizony hát dobáltam a seggét úgy, ahogy kell. Nyilván azért teljes mértékig nem lehetett meghajtani, hiszen vigyázni kellett a gumikra, hogy a következő napokban érkezők is tudják hajtani ezeket a kocsikat, de ez már manuális váltós volt, kérem szépen. Ügyesebben kellett azért sokkal vezetni ezt, mint a többit, mert itt már szükség volt némi hát tudásra, vezetői képességre, de hát tény és való, hogy itt vannak ezek a modellek, valaki pedig már el is viszi az erzét. Itt pedig azért egy jövőbe mutató versenyautó, ami a Toyota H2 prototípusa, és hát nyilván ez egy elektrifikált modell. Ez kevésbé olyan hangos, mint az, amit megmutattak nekünk, ami egy Le Mans autó volt. Na, annak olyan hangja volt, hogy ilyenkor mondom én, hogy szép-szép ez a elektrifikált jövőkép, csak a hang az hiányzik a versenyzésből. De azért úgy gondoltam, hogy ezt is gyorsan prezentálom nektek, hogy mit lehet itt látni a Toyota Gazoo Racingnek a jóvoltából. Voilà, na még ez egy izgalmas projekt, egy koncepcióautó természetesen, az AE86 BLV, vagyis egy régi modellből készítettek egy elektromos meghajtásút. Na, ez mennyire vagány, mennyire jobban néz ki, mint a mai átlagos, túl futurisztikus kivitelű autók. Gondolhatnánk erre a Toyotára is. Én egyszerűen a másikhoz húzok inkább, mint ehhez. De ez is itt van, meg ha még ez nem lenne elég, akkor a Land Cruiser koncepcióautója, szerintem ezt azért kevesen látták eddig, főleg élőben. Meglehetősen nagy monstrum, merész élekkel, markáns kivitellel, meg hát nyilván a szokásos csomó ledes csíkkal, hatalmas felnikkel, szélesnek tűnő, de egyébként keskeny ablakokkal, digitális visszapillantó tükörrel, de valószínűleg ez az autó ez tényleg még annyira nem áll készen, inkább csak bemutatásra szolgál. A párizsi olimpián ilyen APM-ekkel vitték többek között a sportolókat, illetve a személyzetet is. Ezt is kipróbáltuk, hát nyilván kényelmes, elektromos, környezetkímélő, szemben mondjuk az itt található GR Supra speciális kiadásától, ami megint csak e-üzemanyaggal működik. Amúgy ott jönnek, ott mentek. Ha-ha, tök jó. És azért itt már professzionális sofőröket alkalmazott a Toyota, szóval ezt már mi nem vezethettük, de többek között a háttérben látható GR Yaris-szal ment Latvala is, én pedig mellé ültem. Ugye ő a legtöbb rally versenyen résztvevő pilóta 2003 és 2019 között. Hát szerte a különféle murvás, vagy éppen aszfaltos, hegyes, dombos vidékeket. Döbbenet egyébként, hogy milyen karrier van mögötte, annak ellenére, hogy még csak 39 éves, és hát ez az az autó, aminek olyan hangja van, amikor elváltják, hogy bele dobban a szíve az embernek, és ezzel szemben, amikor jön egy sima elektromos modell ebből, amit már megmutattam, akkor meg így nyáu, körülbelül ezt a hangot hallja, szóval na, az autóversenyzés ez a hang is hozzátársul, az biztos. Na, ha még itt azt hiszitek, hogy véget ér a történet, akkor azért nem, mert mesélek pár dologról. Most már ki tudok sétálni ide a pályára, ahol hát tényleg a profi sofőrök úgy csapatták, akár egy VRC-s autóval, akár egy Le Mans-ossal, vagy többek között a GR modellekkel. Szóval, hogy ezen kívül még Dakar rally autóval is mehettünk, ami nagyon durva élmény. Tehát, hogy azért sokszor elgondolkodik az ember, hogy fú, eleve nehéz már a sivatagban több száz, több ezer kilométer, több napon keresztül megtenni, de amikor ugrat, amikor különböző hepehupákon megy át, és valóban demonstrálják, hogy milyen fizikai igénybevétel kell ahhoz, hogy az ember kibírjon egy ilyen Dakar versenyt, akkor le a kalappal mindazon sofőrök előtt, akik ezeket végrehajtják, mert tényleg nagyon durva. És aztán még azért ott vannak az új bugik, van egy 88 lóerős, ilyen kb. 750 kg-os, azzal is körbevittek minket, ott meg az emelkedőkön való fölkaptatás, meg az ugratás és az egyéb igen igénybevételek mutatják meg, hogy hol tart már a technika, és hát mennyire durva az, amit a futóműnek, a kerekeknek, a gumiknak, a kormányműnek, vagy a többi alkatrésznek ki kell bírnia, hosszú-hosszú 100 kilométereken keresztül, ezt is demonstrálták. A másik dolog, amiről buta ésszel nem beszéltem, pedig nagyon fontos, az a mesterséges intelligencia. A telefonoknál, egyéb iparágakban már megszokhattuk, hogy igazán fontos tényező az EMMI, és ez nincs másképpen a Toyotánál sem, nem csak a targoncáknál, hanem bizony versenykörülmények között is használható az EMMI-nek a tudása.
Nem az a cél ezzel, ahogy beszélgettem a toyotásokkal, hogy legyőzzék az igazi pilótákat, mert pár tizeddel még a köridők tekintetében le van maradva a mesterséges intelligencia, pedig egyébként másodpercenként 20-szor kalkulálja újra, hogy mi történik a környezetében, nem csak a pálya körülményekben, hanem nyilván próbál jobb íveket és sebességet választani egy-egy kanyarbejáratnál, kanyarkijáratnál, vagy esetleg az egyenesekben. És a kameráknak a segítségével vizsgálja, hogy mi történik éppen, tehát hogyha egy akadály oda kerül, vagy esetleg kicsúszik egy autó, akkor képes azt is kikerülni. Hogy ebből mi lesz, vagy mi nem, az egy jó kérdés. Egyelőre szerintük még nem láthatunk a közeljövőben olyan versenyeket, amelyek csak az autókról és nem a pilótákról szólnak, hiszen azért nagyon sok döntési körülmény van. És az a cél ezzel, hogy pont a professzionális versenyzőket segítse a Toyota, nem pedig legyőzze, vagy esetleg száműzze őket a különböző motor- vagy autósportokból. Érdekes volt viszont beülni, mellettünk volt viszont egy profi pilóta is, aki felügyelte természetesen az AI-nak a működését, de nem nyúlt a kormányba. Mégis azt lehetett mondani, hogy valóban azért, amennyire csak lehetett, nyomta azért a GR Yaris-nak ez az AI. Szürreális élmény, én nem vágyom erre, hogy ilyen versenyeket lássak. Kíváncsi vagyok, hogy ti vajon vágytok erre. A Toyota összetett egy olyan programot, ami azért megmutatja, hogy hol tart maga a márka is. Nem csak a technika, hanem hogy milyen autók vannak, milyen jövőkép, és hova is fejlődhet maga az autóipar, vagy mi lehet az, ahová jutottunk a 2030-as, 40-es évekre. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy melyik programon vettetek volna leginkább részt, mert a bónusz még a targoncás történet volt. Ugyanis a Toyota által adott targoncáknak a 90%-a vagy hidrogén, vagy elektromos meghajtású, és hát önálló működése is programozhatók. Meg is mutatta egy srác nekem, hogy okostelefonról már a legfőbb műveleteket be is lehet állítani. Így hozták ki többek között az üdítőt, az italt, aztán letették elénk, bepakolta a különböző rekeszeket, raklapokat a helyére a targonca. És ami szuper, hogy ezek 24/7 tudnak működni, tehát reggeltől estig. A hidrogén meghajtású az pillanatok alatt feltankolható. A töltés az nyilván több időt vesz igénybe, de ez is azért kikalkulálható, hogy mire mennyi idő szükséges, ezáltal a munkafolyamatok folyamatosan mennek. Vagyis így lehet az, hogy az ember, amikor megrendel valamit, tényleg már másnap meg is kapja, mert ezek a gépek folyamatosan működnek. És én pedig beszéltem az egyik illetékessel, ő azt mondja, hogy szerinte azért nem fog elkövetkezni az a pillanat, amikor ezek a gépek teljes mértékig kiváltják az emberi erőt, hiszen egyrészt a beprogramozáshoz, másrészt pedig a logisztikához azért szükséges az emberi lét és az emberi lények is. Ennek köszönhetően azért a jövőben nem várható, hogy teljesen megszűnnek különböző munkák, inkább csak ezek az eszközök kisegítenek és meggyorsítják a különböző kiszállítási folyamatokat. Ennyi volt tehát Párizsból a Toyota rendezvény, amit egy picit ilyen vlog formájában nyilván megpróbáltam nektek megmutatni. Hatalmas élmény volt, köszönöm a Toyotának. Ti pedig írjátok meg kommentben tényleg, hogy melyik programra vágynátok a legjobban, melyik autót próbálnátok ki a leginkább, és hogy hisztek-e a hidrogén hajtásban, vagy a hidrogén megoldásokban, vagy inkább az elektrifikációban, rendes belső égésű motorokban hisztek. Írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm a figyelmet, sziasztok!